Hello, stok! Most egy új programot fog bemutatni nektek, aminek a címe Kingdom Under Fire Heroes. És ez a sorozatnak a harmadik része ennek a Kingdom Under Fire sorozatnak. Ez egy 2005-ös játék, aminek most a PC-s verzióját fogjuk tesztelni, de egyébként ez a játék megjelent Xbox-ra is. Na, hát itt a második részhez képest már egy picivel több hős közül választhatunk, ugye emlékeztetőül a nehézségi fok is változik hősönként, tehát arra is oda kell figyelni. Elég érdekes karaktereket választhatunk. Na, hát a történetben igazándiból nem fogok itt elmerülni, mert nem volt kedvem végigolvasni ezt a röpke pár oldalt, úgyhogy bocsika, de ha kíváncsiak vagytok rá, akkor ugye a Quick Play-bot végignézhetitek. Itt, amint látjátok, itt is tolják ránk ezt a kontrolleres dolgot. Hát lehet, hogy kontrollerrel kényelmesebb a játék, nem tudom. Na, de akkor ezt ugorjuk is át, és akkor nézzük, hogy miről is van szó, vegyük szemügyre a játékot. Na, hát amint látjátok, a grafika sokat nem változott 2004 óta, ugye akkor volt a második rész ennek a játéknak kiadva. Szerintem ugyanazt az engine-t használhatták, vagy hasonlót, de hát egy év alatt nem is várok el olyan újra nagy változást, tehát ezt akkor nézzük is el. Szóval a zenét azt már nem tudom elnézni, meg azt se, hogy itt se javították ki azt a hibát, amit ugye kettőbe kitárgyaltam, hogy nézzétek meg, amikor majd itt mutatják, hogy ott fut egy katona, és ugyanabban a csoportban, mögötte pedig gyalogol a másik katona, de ugyanolyan sebességgel. Most értem, hogy valaki futhat olyan sebességgel, mint hogy más gyalogol, de itt egyértelmű, hogy nem erről van szó. A másik dolog, ami nagyon nem frankó, ugye, amit mondtam nektek, a zene. Egyébként eléggé nehéz dolgom van, akkor én kritikát fogalmazok, mert eléggé nehéz ezt elhitetni bárkivel, hogy én szeretem az ilyesfajta zenei stílus, csak hát nem ide illik én szerintem a játékba, mert egy középkori játékhoz nem illik szerintem ez a gitárnyúzó zenei stílus, ahogy nem itt össze a kettő szerintem. Másik dolog, amit nem javítottak ki sajnos, az az, hogy majd látjátok itt, hogy a fák lombkoronái meg a fatörzs totál eltakarja a harcteret, a képet, tehát nem látsz tőle semmit, például itt. Tehát, hogyha rossz kameraállásban vagy, akkor írtózatosan szar az egész. Itt megpróbáltam kifutni az erdőből még időbe, mielőtt összecsapok az orkokkal, hogy nehogy ott az erdőbe csapjunk össze, mert akkor aztán eléggé betyárosan nézett volna ki a dolog. És hát ilyen a csata. Hát itt is ugye sokat nem változtattak rajta egy év alatt. Gondolom egy másik bört akartak csak lenyúzni arra a játékról, ugye ilyeneket már láttunk sokszor. Itt is lehet segítséget idézni, experience pointokért megy a harc, tehát lehet szinteket lépni, ami nekem tetszett. Ami viszont nem tetszett, hogy nézzétek, itt a fa megint eltakarja a dolgokat, tehát nem láttam, hogy mi történik. Meg ez az eszeveszett rohangálás mindig. Ez az ovis rohangálás jobbra-balra, ez se nagyon tetszett nekem. Azért a Total War-ban megoldották, hogyha sokat futkároztál, akkor elfáradt az egységed. Nézzétek az árnyékot, olyan, mint a zombik futkároznának. Zombi árnyékuk van a katonáknak. Eléggé vicces. Kardnak az árnyékát elfelejtették oda rakni a készítők. Hát megérkeztünk a várba, ahol lehet pihenni. Itt jó hallható ez a túltolt metal zene, és nem is nagyon változatos, kicsit túlerőltetett.
meg lehet ezt oldani kellemesen is. Na nézzétek, itt beballag a seregünk, de a kapitányt azt kint hagyják, de nem ám akárhogy, kizárják szabályosan. Ha nem semmi. Na mindegy. Na, hát és itt is ugye az volt a problémám, mint a kettőbe. Azt lehet, hogy ott nem értettétek, hogy ott mi volt a lényeg. Úgy nézzétek, tudom, hogy ez a tutorial része, de irritált engem mindig is az, hogy több opciót hagy neked a játék, de csak egyet választhatsz. Itt például csak a sárgára mehetsz rá. Ez egyébként a kalandjátéknál is irritáló, amikor van, hogy beszélgetsz valakivel, és csak egyetlen egy mondatot mondhatsz. Tehát csak egy mondatot jelölhetsz ki. Ilyenkor felmerül bennem a kérdés, hogy akkor miért nem csinálták úgy meg a készítők, hogy ez folytatólagos. Tehát akkor menjen a folytatólagosan a párbeszéd, melyeket nekem egy mondatra rákattintsak, teljesen értelmetlen. És hát ilyen tutorialoknál is értelmetlen az, hogy akkor miért erőltetik ezt. Tehát akkor sötétítsék el a többi opciót, hogy arra ne kalandozzál el ugye a billentyűzettel, ugye a kontrollerrel, de mindegy. Na, és akkor kezdjük a csatát. Tetszettek a csata jelenetek, nem volt velük semmi probléma. Jöhet a metal zene. Igen. Na, és itt vagyunk a csatamező közepén. Itt már vannak óriás skorpiók is, ami nekem tetszett. Igen, brutális ez az óriás skorpió. Igen, itt már az elfekkel összeszűrtük a levet. Ők is harcolnak az orkok ellen. Láthatóan eléggé lenge öltözetben vannak az elfek. Nem aprózzák a dolgokat. És itt pedig az erdő másik részén egy ilyen ambush készülődik. Az orkok ellen. Indulhat a felmentő sereg. Nem tudom, ez egy eléggé szemét dolog szerintem, hogy a katapultot rányomjuk ott a haverjainkra is, akik lent küzdenek az orkokkal. De jól megcsinálták a rohamos részeket, nekem tetszik. Ami viszont már kevésbé az az, hogy itt is van ugye úgynevezett ilyen boundary, tehát vannak határok, amit nem léphetünk át. Itt éppen azt demonstrálom, tehát nem harcolhatunk csak úgy ott, ahol szerettünk volna. Tehát csak a bizonyos kereteinken belül nyomulhatunk. Na és amikor nyerünk, akkor kapunk XP-t. Itt is több csapatot is lehet irányítani egyszerre. Nagyobb csatáknál. Rockzene az. Igen, és nézzétek, a rágós csapat nem javítottak rajtuk. Csak úgy átmentették simán a karaktereket egyik játékból a másikba. Semmi változás. Nézzétek, ugyanúgy rágóznak az embereink. Akkor is mozog a szájuk, mikor nem kéne. Egyfolytában. Rágós Csabi és bandája. Itt még nyomtam egy csatát, aztán belefáradtam és dobtam az egészet. Na mindegy, ha nektek viszont tetszik a program, akkor töltsétek le, jó szórakozást hozzá. Mondom, azért annyira nem rossz ez. Biztos sokaknak tetszeni fog. Szerintem látványosak a csaták is, meg az ellenfelek is. Bár én nekem, amit mondtam, ugye ilyen kisebb kozmetikai hibákkal volt a problémáim. Na, úgyhogy én búcsúzok is. Remélem tetszett a bemutató, srácok, legközelebb majd egy másik programmal fogunk foglalkozni.
Itt már visszavonulót fújtam. Na, ciao.